Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban, ahogy a címen is olvasható, egy övtáska túlélő készletet szeretnék bemutatni. Ez nem azt jelenti, hogy az övtáskát tudjuk vele túlélni, hanem azt, hogy ez minden helyzetben nálunk lehet, ugyanis elég kompakt ahhoz, hogy ne legyen kényelmetlen a cipelése, ugyanakkor egy eléggé széles spektrumú kis csomagról van szó, amivel igencsak megnőnek a túlélési esélyeink. A készlet legfontosabb darabja egy vágóeszköz. Én személy szerint egy Victorinox Multitoolt választottam, igaz, hogy elég súlyos, de ugye, mint látszik, fogóvá alakítható, és közel 30 féle kis ketyere található rajta, amik különböző dolgokra alkalmasak. Ahhoz, hogy ez a szerszámunk állandóan éles maradhasson, nem árt, ha becsomagolunk a készletbe egy fenőkövet. Ez speciál egy Falkniven DC4-es, ennek a kisebb verziója mondjuk egy DC2-es is elegendő, ezzel helyet és súlyt takaríthatunk meg. A következő, amire szükségünk lehet egy vészhelyzetben, az egy nagyon jó egészségügyi csomi. Ennél nagyobbat nem kell összerakni. Lássuk, hogy ebben a nylon zacskóban mi van benne. Én hordok benne egy vészhelyzeti takarót, Koglenz gyártmány, gyári csomagolásban, 130x210 cm-es, a testmeleg visszaverésére vagy menedéképítésre használható. A kis egészségügyi csomagomban van raktapasz, ami méretre vágható, vagy így egészben akár alkalmazható nagyobb sebek kezelésére is. A csomagban van még ókszer, sosem árt, akár víztárolásra, valamit elcsomagolni, szigetelésre, fölfújjuk és jelzést adhatunk vele, fölkötjük egy fára, vagy akármi. Praktikus dolog. A készletben található még fertőtlenítőkendő, bármikor jól jöhet, nem magyarázom, értelemszerű, és található benne néhány tabletta. A fekete színű orvosi szén nagyon jó hasmenés megakadályozására, ugye nagy stresszben az embernek felgyorsul az anyagcseréje, ezért nem árt, ha van nálunk, valamint, ha valami enyhébb mérgezést szedünk össze, akár ivóvíztől, akár valamilyen tápláléktól, annak a kezelésére is jó, ugyanis aktív szén molekulái megkötik a mérgező anyagokat. Következő Hiperdol tabletta, fertőtlenítésre, akár vérzés csillapításra, praktikus, jó dolog, ez is egy vízhatlan zacskóban. Végül, de nem utolsó sorban, vízfertőtlenítő tabletta, francia fejadagból kivéve, ugye forrásból közvetlenül vett víznek a fertőtlenítésére. Haladjunk tovább. A következő, amit bemutatnék, egy síp. Többfunkciós, Geonau gyártmány, van benne egy kis iránytű, ami segít a tájékozódásban, van benne egy nagyító, amivel akár tüzet is gyújthatunk, vagy pedig apróbb sérüléseket vizsgálhatunk meg vele, hogy valóban kivettük-e azt a picike szálkát, vagy pedig kivettük-e azt a kullancsot teljesen. Továbbá ugye jelzésre szolgál. Elég kellemes hangja van. A következő, ami sosem árt, ha van nálunk, egy lámpa. Én javaslok egy vízhatlan ütésálló biciklis lámpát, ez például egy Ketai modell, ötledes, elég jó fénye van, akár ugye jelzést is adhatunk vele, majd pedig ugye ilyen figyelemfelkeltő sétálófény funkciója is van. Kettő darab háromás elemet működteti, javasolt hozzá csomagolni kettő darab tartalék elemet, minél jobb minőségű, annál jobb. A lámpa rögzítését pedig egy ilyen klipszel oldhatjuk meg, akár az övünkre, akár a felszerelésünkre, vagy pedig felrakni valahova, és mint egy apró csillárként használva. Sosem árt, ha van nálunk mondjuk egy adag posztit, élénk színű, erre feljegyzéseket készíthetünk, vagy nyomokat hagyhatunk magunk után. Mellé van csomagolva kettő darab ceruza, ami akár tűzgyújtáshoz is jól jöhet. Lefarigcsálhatjuk apró forgácsokká, ez garantáltan száraz fa. Vagy pedig, ha kivesszük belőle a belet, és van kéznél egy gépkocsi akkumulátor, akkor a 10 centi hosszú grafit szállal világíthatunk, vagy pedig azzal is tüzet gyújthatunk. Ez egy picike toll, aminek az egyik oldala UV-sárga jelölőfilc, a másik oldala pedig fekete toll. Ez a sárga szín, amilyen a posztit és amilyen a jelölőfilc, kék zseblámpa fényben szinte ordít bármilyen környezetben is fényviszony között, tehát ez is egy bizonyos fokú
jelzés adásra szolgálhat. A következő dolog egy apró varró készlet. Én egy ilyen kis ékszerdobozban tartom, jól záródik, műanyag, eléggé bírja a gyűrődést. A varró készletemben található 3 darab tű, hozzá bőrvarró cérna, fekete vagy fehér, azért javaslom a bőrvarró cérnát, mert 30 métert adnak egy ilyen spulnin, kis helyet foglal, nagyon erős, nem csak ruhát lehet vele varni, hanem mondjuk mást is, vagy pedig kötözésre is használhatjuk, ha összekarunk kötni valamit. Van benne egy körömcsipesz, ezt is a varrókészletben tartom, ugye mert ezzel könnyű elcsipenteni a cérnát, továbbá ugye egy beszakadt köröm az semmilyen szituációban nem jó, tehát ez is egy praktikus apró holmi. Található itt egy picike csipesz, ezt egy svájci bicskából vettem ki, ami tönkrement, és kullancs kiszedésre vagy tüskék kiszedésére nagyon jó. Néhány biztosító tű, zsilettpenge, bármikor jól jöhet, egy kis reszelő, ezt nem is tudom miért van itt, de hát használni lehet egyszer valamire, 2 kulcskarika, valamit rögzíteni, körülbelül 1 méter hosszú drót, amiből csapdát lehet állítani, és végül, de nem utolsó sorban egy praktikus dolog, 50 méter fogsejem. Olcsó, nagyon erős, használhatjuk akár horgászsinórként, és akkor már is mellé dobom az apró horgokat, ezzel ki lehet egészíteni a kis készletet. Tehát fogunk egy kólásdobozt, mondjuk egy fém kólásdobozt, és azt használva, ilyen kis hobó horgász módszert alkalmazva, a horgok mellé pedig kis gumicsalit vagy körömvillantót csomagolva, már is egy táplálékszerzés újabb módját építettük bele a picike készletünkbe. Ami még hasznos és praktikus, szigetelőszalag, amennyiben hely van neki, az enyémben van hely, egy körülbelül 20-25 méter madzag, egy kis egyszerű átlátszó nejlontasak, bármit is vízhatlanítani, és egy nagyobb bacska nejlonzacskó, aminek füle is van. Ezek lennének a tárgyi dolgok. Következzen a vészhelyzeti táplálék. A készletben elég hely van akár 2 vagy 3 darab ilyen 10 dekás marcipán rúdnak, hát ez már elég szép energiamennyiséget képvisel, tehát egy rövid távú túlélési szituációban nagyon jó kis vészhelyzeti táplálék. Ezt természetesen helyettesíthetjük valamilyen sportszelettel vagy energiaszelettel, esetleg szőlőcukorral. Lényeg az, hogy valamilyen édes, magas energiatartalmú szénhidrátot pakoljunk be, ugyanis az nagyon gyorsan felszívódik a szervezetben, és hirtelen nagy energiát tud adni. Amiről még nem beszéltem, azok a tűzgyújtó eszközök. Azért hagytam az utoljára, ugyanis a készletnek ez a része személyre szabottan variálható, és akár több darabot is be lehet pakolni. Ugye az első, az alap, az öngyújtó. Lehet gázos, benzines, ha kiürül, akkor se dobjuk el, ugyanis a tűzkő általában elég sokáig elég, így szikrát is csiholhatunk vele. A következő egy vízhatlan dobozban mindenütt gyulladó gyufa, vagy akár hagyományos gyufa, csak akkor ne felejtsünk el dörzsfejet is mellé pakolni. De ugye mindenki által ismert a minden körülmények között használható tűzkő. Ez kicsit nagyobb darab, de mondjuk nyakba akasztva is lehet hordani. Viszont ha ez nálunk van, akkor nem árt a kis készletünket kiegészíteni 2-3 darab tamponnal, ugyanis az kiválóan használható taplóként a tűzvetőhöz, szikravetőhöz. És ahogy a videó címe is szól, övtáska túlélőkészlet, íme az egész készlet belecsomagolva egy közepes méretű övtáskába. Minden kényelmesen belefér, amit az előbb felsoroltam a különböző zsebekbe. Sőt, ha még egy kicsit jobban tömörítem az egészet, akkor egy kis plusz élelem, vagy bármilyen plusz hasznos apró holmi még mellé csomagolható. Röviden összefoglalva, ez lett volna az én övtáska túlélőkészletem. Remélem hasznos ötleteket adtam vele. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdéseket várok a videó alatt a komment szekcióban, vagy pedig a Bushcraft fórumon.